most szervezzük meg ugye a 19. Völgységi Könyvfesztivált idén, június 21 és 23 között itt Bonyhádon a Percelkertben, a Solymár Imre Városi Könyvtár dolgozói és a Könyvkultúra Egyesület tagjai segítségével. Igyekeztünk idén is olyan programokat kínálni, ami minden korosztálynak megfelel, egészen a kicsiktől az idősekig. Péntek este vendégünk lesz Bede Róbert, ő egy mesterszakács, akinek októberben fog megjelenni az új könyve, és abból fogunk ízelítőt kapni, illetve ételkóstoló is lesz. Szombaton Stix Marcsit várja 10 órától az egészen kicsiket, zenebölcsivel, aztán programot kínálunk a kicsit nagyobbaknak, író-olvasó találkozó lesz Malter Györggyel és M. Kácsor Zoltánnal, aztán a még idősebb gyerekeknek, gyerekekhez jön Víg Balázs és Balázsi Panna, ő inkább ilyen csajos könyvekkel, csajos történetekkel jön, lányoknak szóló előadása lesz az pénteken délután, YouTube-el találkozó lesz Avania Rállal, ő inkább ilyen szépség, sminkes tippeket fog adni itt a lányoknak, meg mesélni fog a kedvenc könyveiről. Íróolvasó találkozó lesz Enli Grinnel és Erkelényi Angelika írónőkkel. Akkor vendégünk lesz Fábián Janka, Bíró Szabolcs Benyák Zoltán szombat délután, aki középkori történelmi regényeket ír. Vendégünk lesz szombaton Réti László, ő krimiíró. Ő is nagyon kedvelt. Szombat este a Köztársaság Bandája koncert is lesz itt a könyvfesztiválon, azzal zárjuk a szombat estét. A könyvfesztivál ideje alatt könyvkiadókkal és kézműves sátrakkal is találkozhatnak az ide látogatók. Könyvkiadók érkeznek Szegedről, Budapestről, Debrecenből, illetve a helyi két könyvesbolt is képviselteti magát kitelepüléssel. Vasárnap az a sporté, fesztiválfutás lesz, reggel 8-tól lehet jönni regisztrálni. Futás után a New Generation társcsoport ad műsort a vendégeknek, és a végén pedig 11 órakor eredményhirdetés és tombola sorsolással zárjuk a fesztivált.